Hello, hello, sziasztok, sziasztok, Keeper vagyok, üdv a csatornán, amit látjátok. Spintire lesz, és mondod Spintire lesz, és még mindig nem az elhagyatott bányomat, mivel megérkezett az a modifikáció a játékba, amit én leginkább vártam, tényleg, amit legjobban vártam, ennél jobban nem vártam egy járművet, se akármilyen járművet is tesznek be a játékba, ennél jobb számomra nem lehet. Az egyik a 82-es MTZ volt, és végre itt van egy 250-es Rába Steiger, ami egy iszonyatosan gyönyörű jószág. Itt van, látjátok, nézzétek meg, max sebesség 250 km/h, magyarul kiírva rá, Rába ugye, magyarul természetesen, mivel ez egy magyar jármű, én nagyon-nagyon örülök neki, gyerekek, ezt le fogjuk tesztelni nagyon keményen, és szerintem be fogom rakni az elhagyatott bányamapra, és most egy kicsit hangos a játék lehet, ez azért van, mivel szándékosan max hangerőn hagytam a játékot, várjatok, egy kicsit mozdítok a mikrofonon, az miatt, mivel meg akarom mutatni a hangját. Iszonyatosan gyönyörű hangja van, most egy darabig nem fogtok belőle semmit hallani, de ezt a hangot meg kell mutatnom. Ez a készítő srác, aki csinálta, ki fogom írni a videó alá nevét, az nagyon atomra eltalálta, nem tudom, hogy szokták ezeket berendelni, ezeket a hangokat, vagy hogy mondják meg, de gyönyörű. Hallgassátok! Nagyon-nagyon király, még a turbó is hallatszik, ugye? Szupi! Na, figyeljetek, most egy kicsit leveszem a hangot, hogy azért bejövel is lehessen valamit hallani, mondjuk ide szoktam állítani kb. Remélem, hogy jó eltalálom, és nem csak feleslegesen beszélek egész végig. Na, induljunk aztán, akkor csináljunk egy olyat, hogy nézzük meg, milyen felszerelések vannak ez a járműhöz. Egyelőre ugye kapásban nagyon gyönyörű a jármű, tökéletes szerintem, hiteles, minden rajta. Nagyon szupi, kíváncsi leszek a mérett tulajdonságokra, kíváncsi vagyok, hogy van-e dupla kerék hozzá. Megmondom őszintén, a 300-as Rábát jobban szeretem, bár a 300-as Rábából talán valami tizennéhány darabot gyártottak összesen Magyarországon, úgyhogy jobb, hogyha ez készült, mivel az egy elterjedtebb fajta. Na srácok, nézzük, megyünk be a garázsba, aztán meglessük, hogy mégis mi van hozzá. Meglehetősen jobb segélyt. Na nézzük, hogy mik vannak. Van egy csomó minden hozzá a gyerekek. Nagyon tuti. Mik ezek? Rába kettő fekkerek? Milyen kerék? Ez gyakorlatilag ugyanaz. Az alapkerékkel megyek, mivel ez ilyen szép sárga, úgy látok. Semmiben nem különbözik, csak a színébe a másik. Na, ez mi? Mi a csúra ez, gyerekek? Ez valami vontatmány. Jaj, csak ne, hogy megfelelő pozícióba is a járművet dolog lesz egész végig, mert megőrülök. Talán így most lefelé áll egy kicsit. Nem jó. Cabin protector. Az elvileg egyébként valami... Mi a franc ez? Gardán meghajtás van rajta, gyerekek. Mi ez, izé? Ez valami permetező? Vagy pedig ilyen trágya szóró? Vagy valami ilyesmi? Nézzük meg a cabin protectort. Hát ilyen cabin protectort életemben nem láttam rá, vagy Steiger előtti láttatok? Nem tudom, ez egy kicsit vad. Hát ezt nem is rakom rá természetesen. Ez mi? Ez egy ilyen izé, egy ilyen lemez, tehát átújára, ilyen platószerű. Rakodó. Egy ilyen morha nagy rakodó. Ilyet se láttam még Rábához egyébként. Leveszem, most megnézem a többit is. Ez mi? Jó, és nem megfelelő pozícióban van, gyerekek, valamit kell csinálnunk, hogy fel tudjuk rakni. Aha, mi az? Úristen! Egy ilyen hatalmas nagy, három tengelyes sportkocsi, nézzük, hogy ez mire jó. Ki tudjuk nyitni a hátulját. Elvileg azt. Van, mi ez? Ez mi nyílik, gyerekek? Nem tudom elképzelni, hogy mi nyílik. Na mindegy, nézzük akkor tovább. És ezzel lehet szállítani? Javítást pont? Le kellene vennem. Ez mit adott? Tud rakományt szállítani igazából ez. Ezt lehet, hogy meg kell próbálni. Mi ez? Következő. Egy ilyen kéttengelyes pót.
Meg még ráadásul kettő külön rekesszel, és ez is tud rakományt szállítani. Ez mi? Furkerék, ha nagyon cool. Ez meg igazából csak javítás font. Aha, oké. Okay. Na, akkor melyik izért vigyük el a gyerekek? Melyik furkocsit szint? Melyik néz ki jobban? Ez például egész kis bobán néz ki, nem gyerekek? De lehet, hogy inkább viszem azt a másikat. Hol volt? Hú, nézzük ezt a lore-t, próbáljuk már ki, hogy ez mire jó. Meg hogy ezt úgy tudom használni. Hú, marha jó. Én gyakorlatilag ilyen homlokrakodó lett belőle. Haladó. Daru, ez lehet, nem? Aha. Jaj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 
A forgatás, és ez miért csak ez az egy van? Amúgy nem akar működni. Na mindegy. A motorindítása. Nem is ez a lényeg, hanem akarok vele valami fát szállítani, vagy valamit. Szereljük le róla ezt a dolgot. Sérülés kijavítva. Oké, és akkor nézzük meg ezt, ez egy ilyen jó nagy pótkocsi, próbáljuk ki ezt. Na, menjünk, aztán nézzük mégis, hogy mire jó. Gyönyörű. Új, már végre berakták ezt a játékba. Gyerekek, ezt én be fogom rakni mindenképp a... Meg kellett volna nézni azt az első szállítmányt. Az első dolgot is. Visszatolhatok egy picit, pillanat, gyerekek. Jaj. Leveszem. És akkor ez. Még mindig nem akar jó helyen, vagy nem jó helyen van, azt írja. Az előbb ott találtam egy egész szűk eleves helyet, ahol sikerült felakasztani rá. Jaj. Nem. Nem tetszik neki. Nem. Végül is, ahogy látom, mit 4000 liter üzemanyag. Meg akarom nézni, hogy néz ki különben, mert az érdekel. Mert így a kontúriát látom ugye, de uff, tök jó, hogy pattog, ahogy megálltam. Láttátok, srácok? Jó, hogy lefékeztek. Főleg előre menet. De utálom ezt, srácok, hogy nem akar jó lenni. Szerintem túlságosan magasan van ugye a segge, és akkor ilyenkor nem szabad csatlakozni. Állíts megfelelő pozícióba, állíts megfelelő pozícióba. Szenvedés van. Ez sajnos ez probléma ebben a játékban. Itt van egy gödör, megpróbálok ebbe belejárni a hátsó kerekekkel, így talán. Nem. Hihetetlen, nem, srácok? Na, akkor nagy szívás ebbe a játékba. Na végre, oké, okay. Ja, oké, okay. Aha, ez egy ilyen cucc. Igazából akkor 4000 liter üzemanyagot tudunk vele szállítani. De ez minket nem érdekel, visszarakjuk akkor ezt a fotót, és megnézzük ezzel, hogy fog működni az egész. Na, húzzunk bele, srácok. Úgy látom, hogy összkerék meghajtás az direktbe megy. Szóval maximum a diffit tudom neki majd kapcsolni. Nézzük inkább, hogy működik ez az egész, hogy megy. Nagyon bízom benne, hogy nem fog elakadni. Ó, egy diffit kapásból kell löknem, úgy látom. Ó, mi történik? Mi történt, gyerekek? Mi a franc? Nem! Hiába fordítom a kormányt, nem fordul sajnos az egész kotla. Ó, gyerekek, mi van? Menj! Ó, mi a franc van, gyerekek? Na, menjünk, ugrassunk vissza itt a... Itt van egy kis probléma, úgy látom. Nem akar a hidraulika normálisan működni. Jó, feltapolva, és akkor mehetünk újra. Próbálkozunk meg még egyszer. Hiába fordítottam ugye a gépet.
nem akart működni ugye a csuklós rendszer, mármint ugye úgy fordul ez, hogy középen van egy ilyen hidraulika rész, ami ugye működteti ezt a fordulást, de nem akart működni. Hiába fordítottam, gázadás mellett is tudom, hogy ugye kell gáz hozzá, de nem akart reagálni. Na most például csináljunk egy ilyen balra kanyart. Oké, ezt bevette, jobbra kanyar. Oké, most működik, úgy látom. Mint ugye túl gyenge lett volna a hidraulika, aztán ez miatt hidraulika. Hoppá. Szorzót nem szereti ezzel a nagy póttal, úgy látom. És nem tudom, mit lehet ezzel szállítani egyébként, arra még kíváncsi leszek. Rábasteiger, jó, ugye nagyon tuti. Ugye egyébként a Rábasteiger az egy ilyen AMCSI licensz, amerikai licensz alapján készült. Amerikában vannak Steigerek, sok fajta, és ez az magyar Rába által licenszert verziók, ezek viszonylag kicsik, komolyan kicsik. Nem is tudom, hogy Rába, nem Rába, hanem Steiger, ha beütitek keresőbe a Steiger, és mondjuk mi volt az ilyen hatalmas? Tiger, mint tigris. Steiger és Tiger, azt beütitek, akkor ilyen nagyobb verziójú amerikai Steigereket találtok. Teljesen ugyanígy néztek ki, pontosan ugyanígy néznek ki, de ugye nagyobbak esetleg. Nagyon nehezen irányítható, tényleg. Retteltesen nehezen irányítható. Mint hogyha nem lenne elég erő ahhoz, hogy működtesse ezt a csuklós szerkezetét a közepén. Olyan az egész. Na, megnézzük, bemegyünk a falerakathoz, és megnézzük, hogy mit lehetne felpakolni erre. Egyébként gyönyörű ez a jármű, akármilyen is, mindenképpen be fogom rakni a következő részbe is, ugye az elhagyatott bányára. Úgy tervezem az elhagyatott bánya dolgot, ugye, hogy úgy akarom megcsinálni, hogy minden járművet ki fogok cserélni. Nem lesz alapjármű a játékban, hanem minden egy-egy más modolt jármű lesz, és akkor így nem fogom megmondani előre, hogy milyen járművek, hanem akkor ilyen meglepetésszerű lesz az egész. Egyébként hatalmas ez a forkocsi, nem csoda, hogy rángatja a gépet. Felmegyek ide. Úgy. És akkor megnézzük, mit lehet ebbe belepakolni. Semmit! Shit, gyerekek, oda volt írva, hogy lehet valamit belecipelni. Oh no! Nem örülök. És ezt tudnám, hogy mit csinál. Oh yeah! Ja, hogy nyitható. Aha! Értem. És mi a másik? Ez is ugyanaz. Aha, értem. Na jó, oké, hát én azt lekapcsolom, gyerekek. Az miatt kapcsolom le, mert akarok off-roll-ozni egyet. Egy Rábasteigerrel. Kimegyünk innen, és akkor elmegyünk egy ilyen jó nehéz útvonalon. Ugye a szokásos útvonalon, ami alapban is nehéz. És megnézzük, hogy mire képes a Rába. Érdemes-e beraknom az elhagyott bányamafra. Kicsit fura egyébként a hangjában ez a folyamatos zörgés. Nem tudom, aki jobban ismeri a Rávát, az esetleg ugye tudhatja, hogy ez mi. Nem tudom, van egy ilyen folyamatos ta-ta-ta-ta-ta-ta, egy ilyen érdekes hang. Nagyon kemény különben. Tetszik nagyon. Úgy örülök neki. Gála István, ő is csinál modokat. Játékhoz, ő csinálta például a Rábát, meg valamelyik MTZ-t, meg Uazon is dolgozott. Meg Ifán is dolgozott, de ővele beszéltem, és ő mondta, hogy ő nem akar Rábát csinálni. De ő ezt a modot, ez egy másik srác csinálta, ahogy láttam. De nagyon-nagyon örülök neki, hogy végre van Rába. És ugye, mivel ez nem csak magyarok játszák ezt a játékot természetesen, hát egyértelműen, hanem az egész világban, így megismerhetik a külföldiek is ezt, hogy magyar gyönyörű gépet. Nagyon imádom. Gyönyörűen néz ki. Borzalmasan jó. És hihetetlen, gyerekek, hogy miket véghez vittek Magyarországon. Milyen gépeket gyártottak. Ugye nézzétek meg a Dutrákat, nézzétek meg a Rábákat, a Rábagyárt.
Meg hát nem csak a izére gondolok, az ilyen út, gyönyörűen megy, hatalmas, komolyan. Ennyi, ekkora élmény kb. A Kiro egyszer volt, a K700-assal, meg a K701-essel volt ilyen élmény a közlekedés. De szerintem még jobban megy annál is ebben a játékban például. De egyébként néztem múltkor egy Rába 300-as volt összemérve YouTube-on egy K700-assal, és nem lehetett eldönteni. Na, össze voltak ködve, és próbálták egymást húzni, de nem volt kirívó különbség a kettő között. Pedig azért a K700-as kilóhertz az nem kis, nem egy szargép, tudjátok. Na, azt akartam mondani, hogy ott tartottam ugye, hogy milyen dolgokat előállítottuk régen Magyarországon. Például ott volt a Videoton gyár, ugye, ami hifi cuccokat gyártott, meg tévéket, de inkább a hifibe jeleskedett, meg az Orion is ugye hifibe jeleskedett leginkább. Hát én múltkor, jó múltkor, körülbelül néhány éve hozzám jutott, eljutott hozzám kettő darab Videoton hangfalpár, amit újra kellett, egy darab hangfalpár, jobban mondva kettő hangfal, amit újra kellett peremeznem ilyen habperemmel, és gyönyörűen szólnak még mindig. De nem az a lényeg, hanem ezt Németországból hozták be, ezeket a két Videoton, és magyarul oda szállítottunk ki cuccokat, és még onnan visszahozták, ugye, most a nem tudom, 2000-valahányba, és még mindig tökéletesen működnek, és ha ott megállták a helyüket, akkor mi a francnak kellett tönkretenni ezeket a rohadt jó gyárakat, nem? Ezt a Videotont, az Orion-t, a Rábát, a Dutrát, meg az összes többit, az Icarusokat, mindent, annyira jó cuccokat gyártottunk, és mindent tönkretettünk, inkább megveszük a szar szemét, kínai dolgokat, meg a nem is tudom milyeneket, és egyáltalán nem jomba. Na, oké. Okay. Szuper. Egyébként marha jól megy ez a gép, közben így annyira jól megy, hogy nincs. Nem is kell foglalkoznom vele, hogy milyen, hogy nyüglődjek vele, és tök jó. Mindenképpen benne lesz az izébe, benne lesz az elhagyott bányom abban. És na, most tök jó csűri a seggét, ugye nagyon jól mozog. Nagyon jó, és egyáltalán nem akar borulni. Minden tökéletes. Hát ez tökéletes izé lesz. Ezt az USA helyet fogom berakni arra a mapra, és akkor ez egy ilyen felderítő, plusz még mentőjárműnek fogom használni. Hogyha valami nagy szarba kerül az egyik, akkor ezzel ki tudom azért rángatni. Szerintem nagyon jó volt a padása. Tök jó. Igen, hát itt is mindig nyüglődni szoktam. Oké, hogy most nincs mögötte semmi, de nagyon szépen megy. És ahogy pattog, nem gyerekek? Ahogy pattog, aki látott már izét. Rábát, amikor például megpattog egy aszfalton, vagy akárhol. Annyira jellegzetes. Szonyat jó, gyerekek, nagyon imádom. Komolyan mondom. Meg ez a hang, nem tudom, ezt most mennyire halljátok, ez a fütyülő turbó hang, ez marhára jó. Nagyon imádom, nagyon szeretem. Rohadt jó. Nagyon jól megy. Tök jó. Innen meg már ugye nem lesz problémája. Tudjátok, mit srácok? Csináljunk egy olyat, még csak 18 percnél tartunk. Visszaugrunk főmenőbe, és próbáljuk ki már egy másik mapon, ahol mindenképpen ugye megkapjuk. Ne folyja, mi átkelésen nincs rajt. A domb. Síkság. A vulkánnál egyből megvan. Ugye? Hogy kapásból van nekünk. Ó, itt a Rába, gyönyörű, és kapásból azzal kezdjük. Nagyon jó, menjünk be itt vele. Ugye itt azért egy kicsit keményebb a terep. Gyerekek! Ki kell próbálni egy maszt elvontatni vele. Azt a maszt. És úgy, hogy nem gyorsításra rakni, hanem csak bontatásra. Ez az. Na, srácok! Ó, jaj. Ja, a kézifék be volt húzva. Mondom, miért nem mozdítja meg? De biztos megfogja ez. Ez az, srácok. Nagyon-nagyon-nagyon jó. Egyébként akkor nagyon nehezen irányítható, rájöttem, amikor valamit vontad, valami nagyobb súlyt, mivel akkor rángatja az is. Hú, nagyon-nagyon megy. És hú, ez a tipikus pattogás, nem? Az előbb is, ahogy így bepattogott, ilyen kemény. Nézzétek, amikor nem simán megrug egy ilyen nagy gép, hanem így elkezd pattogni. Főleg aszfalton szokott, ez annyira jellegzetes. Hú, basszus, merre menjünk, srácok? Nagyon szépen húzza a maszt. Egyébként a maz ugye most nem hajt. Ezt ne felejtsétek el, hanem vontatásom van. Nem hajtanak a kerekei.
Ó, és ez a tipikus, amikor ide-oda csűritek a, az ilyen középen csukló gépeknek a... És így lehet vele mászni. Ez nagyon jó. LKT-kkal például ugye. Amikor nem akar menni, és akkor azt lehet vele csinálni, hogy ide-oda hintáztatja az ember. És akkor ugye nagy nehezen így mászik előre. Az annyira jellegzetes. Hát igen, most annyira nem akar mászni. Kicsit vontatok rajta, próbálok. Nagyon megakadtam az. Kicsit hátra tolatunk, aztán rántunk rajta egyet. Azért ez ott már nem kis pályás. Ez már kicsit nehezebb. Nem nagyon akar. Az a baj, felfelé emeli a hátulját a maz. Csinálok egy olyat, hogy előbbre megyek. Rákötök, és akkor rántok rajta egyet. Stop. Ez az, és akkor most visszatolatom. Ugye most se izőm vontatásom van, jó. Nem akarom, hogy hajtson a maz, ugye. Akkor úgy könnyű lenne. És akkor most a nyílgáz. Nem, ezt nem szereti. Szózott nem szereti ez a gép, úgy látom. Nem akar ez lejönni. Nagyon nagy a sár. Nagyon nem akar lejönni. Imádom egyébként ezt a várfajt. Na jó. Menjünk akkor szólóba. Aztán nézzük meg egy kis keményebb terepen is ezt a rábát. Most tényleg nem az a cél, hogy fát szállítsunk, vagy ilyesmi, hanem kipróbáljuk, hogy mire képes. Szerintem mentőjárműnek tökéletes lesz, ugye? Igaz, hogy az a probléma, hogy jó, ez maz, ez egy hatalmas, hát ez körülbelül háromszor olyan nehéz, mint maga a rábas tenger. De azért normál járműveket, például egy Uralt vagy egy Krasztot szépen ki lehet vele menteni. Szándékosan kicsit kínzom, néha megállok a sárba, hogy indul el, meg ilyeneket csinálok vele. Annyira tetszik, nagyon tetszik ez a jármű. Azt hiszem itt valahol jobbra van egy lejárat egy partra, ahol ilyen jó szívós rész van. Egyébként ezt a szorzót nagyon nem szereti, berakom neki, és akkor inkább visszaesik a sebessége. Meg elkezd csökkenni a fordulatszám. Na itt azt hiszem itt lehet lemenni, és akkor itt szoktam én kinozgatni, itt lehet próbálgatni, hogy mennyire jó mászó képessége például, és annyira tetszik, ahogy csuklik. Nézzétek, az eleje az így keresztbe áll, félkeresztbe. Hátulja meg így, ellenkezőleg szinte. Nem tetszik. Ja igen, itt lehet próbálgatni, itt szoktam próbálgatni a gépeket. Offroad. Jobbá, és nézzétek, most például beállt. Most beakadt. Nem akar tovább fordulni jobbra. Nem fordul át jobbra. Mint hogyha eltör volna be valami. Hiába fordítom jobbra, gázadással. Hát jelent, és nem is ott gáz. Abszolút. Hátrafele tudok jönni. És beakadt valami, ez valami nagyon van cseszve, nézzétek. Hopp. És nem is jön ki, hiába fordítom, na. Végre. Oké, végre fordul jobbra. Valamikor így, hogyha nagyon kitekeritek a kormányt, akkor kiakad az egész, és nem akar, nem hajlandó fordítani a... az elejét vagy a hátulját. Értitek, mire gondolok, remélem. Mi van itt, úristen? Viszont megborulni abszolút nem akar a jármű, nagyon frankon működik. Úristen, mi jöttem le? Na, megyünk egy kis dragonyába. Azt nem értem, hogy a merülési mélységet miért veszélyes itt szint ilyen alacsonyan már. Elvileg a rábának fölül van a légszülője, ugye jó magasan. Gyerekek. Ott van fent ugye a kipufogó környékén. Nem kellene neki itt veszélyes vízszintet írnia ilyen alacsonyan szerintem. Javítsatok ki, ha tévedek. Biztos vannak olyan emberek, akik azért jobban ismerik a rábát. De szerintem nem kellene írnia ilyen alacsonyan. Ez nem fog kijönni innen, gyerekek. Annyira hasonlít egyébként a Kirovecre. A K700-asra a jármű. Ez az. És engedem, most már jó, mehetünk. Nagyon szupi. Oké, megnézzük itt a part, és itt lesz elvileg valami marha nagy emelkerő. Itt szoktam kinozni a gépet. Ú, és milyen jó. Milyen jól megy.
És egyébként nagyon... Nagyon gyors is. És megint Velpert, látjátok? Most nem, hiába nem tudom elfordítani jobbra. Nem tudom, hanem balra megy mindenképpen. Nem, egyszerűen nem fordul el jobbra a kormány. Na, jó, most tapad ki. Nem tudom ezt miért csinálja, mitől van, de olyan, mint hogy teljesen szép, tönkre menne. Basszus, hogy vattok. Ja, ez valami játéktechnikai probléma, vagy pedig a modellnek van valami problémája. De ez a pattogás, ez na, imádni való. Na, talán. Jó, ne! Ne! Hú, ez emlékeztet egy videóra, arra K700-as videóra, tudjátok melyikre? Amikor húzza ki a izéből, vízből, ó, és kijön, jó. És megint beakadt. Nem tudom, hogy ezt mit tudok vele csinálni ilyenkor. Aha, így ha hátrafele, akkor kiakasztódik. Nem tudom, miért csinálja. Oké, menjünk. Jó, és akkor valahol itt lesz, aha, ott lesz a... Megint, ja nem akadt be, jó. Most már az a baj, hogy parázott tőle, hogy mikor akadt be. Egy kicsit az idegesítő. És megint beakadt. Megint beakadt ez a fordulás. Jó. Ki lehet szedni egyébként hátrafele. Hátrafele menetbe kapcsoltok, akkor ki lehet szedni. Hogyha esetleg más is leszedi ezt a módot, aztán próbálok. Ha na itt ez az emelkedő. Ezek szoktam próbálkozni. Ez egy ilyen jó sáros. Na, adjunk neki. Ez az. És elkezd pattogni, ez annyira jellegzetes, nagyon el van találva. És nem fog felmenni, nem fog fel... Ne! Felmegy, gyerekek. Látjátok, ez a tipikus, amikor így csomagatják. Nem nézzetek meg videókat, és így lehet azért előre haladni ugye az ilyen járművekkel. Mivel így egyre nagyobb a fog a kerék, így tekergetni kell. És feljött, és szántottunk végig kettő iszonyat nagy nyomot. Nagyon jó, wow. Legjobb jármű, best. Best kép. Nem tudom, merre menjünk még. Milyen a nagy víz. Annyira jellegzetes a mozgás, ha hihetetlen. Komolyan mondom. Nem tudom. Megint beakadt ez a szar. Ilyenkor hátrafele kapcsoltok, aztán kijön különben. Nagyon gyorsan, úgyhogy nem olyan veszélyes, csak... Csak ciki, amikor pont a vízbe például. Most is megakadt. És hátrafele, ja. Hogyha nyomok egy hátra gombot, akkor kiakasztja. Nem tudom, miért akadt be. Hú, megint beakadt. Ezzel csinálhatnának valamit. Remélem, hogy tudok segíteni ebbe, aki látja ezt a videót, aki készítette. Ez nem tudom mitől van, vagy pedig írjátok meg szerintetek mitől van, hogyha teljesen kitekerem egyik irányba a kormány, akkor gyakran azt csinálja, hogy mint hogyha megakadna, nem akar visszajönni. Csak kizárólag akkor, hogyha hátramenetbe kapcsolok, mármint hátrafele elindulok, és akkor elkezd kijönni belőle. Na, nézzük. Á, megint beakadt, megint behúzott jobbra, vagy balra. Ja, pedig hát nem hiszem, hogy a diffizátor, ugye? Nem, most például, és meg jobbra. Olyan, mint hogy, mi a franctól van ez, nem, hihetetlen. Nagyon szar. Mintha nem lenne elég erő ahhoz. Most például balra fordítom a kormányt, balra fordítom és jobbra megy. Megint balra fordítom, oké, jó, most jó volt. Nem tudom, néha nem úgy viselkedik, nem fordul, egyszerűen hiába fordítjátok el. Gázadás közben is, nem attól, hogy nincs gáz. Akkor is így elkanyarodik ellenkező irányba, mint amerre fordítjátok, és nem akar reagálni rá. Egyébként marha jó a gép, ez az egy problémája van. De egyébként ezt, mint hogyha a kirovesznél is érzékeltem volna. Nagyon-nagyon nehezen viselkedik. Jól. Na itt egy kis takonyázás. Igen, megint behúzott oda. Nem jó, nem akar normálisan menni.
Az a baj, hogyha így viselkedik, akkor félő vele játszani, komolyabb dolgokat rábízni, mert hát hogyha... Most is be van akadva. Most is be van akadva. Oké, most kösz jött ki. Elmegyünk egyenesen. Az ember fél kitekerni a kormányt. Oh no! És mi, gondolom tudjátok, hogy mit... Na jó, oké, oké. És balra tekerem a kormányt. Szó szerint balra ki van. Folyamatosan balra nyomom a gombot. Nem. Nem hajlandó balra menni, mert be akart jobbra. Hogyha nyomok egy hátramenet, akkor elindul a másik irányba. Ez így jó. Csak most megint, most meg a másik irányba akar be. Nem tudom ezt miért csinálja. Hogy ez valamit én csinálok rosszul. Nem kellene annyira nyomnom, hanem... Jó. Megküldjük itt lefele. Félő, nagyon félő. Most például egyenesen nyomom meg ez végig. Valamikor egyenesben is megcsinálja ezt. Wow, úristen. Egy kis balra. Lehet, hogy túlságosan sokáig fordítom a kormányt, és ő az miatt. Lehet, hogy ez én hibám. Nem tudom, srácok, mitől van ez. De különben marha jó gép, tetszik nagyon. Csak néha ezt csinálja, most is beakadt. Hogy megszorulod valami? Látjátok? Így össze van akadva ott a dolog, és akkor nem hajlandó. Egyik oldalról a másikra vágódik. És be van akadva balra. Jaj, ember valamit csinálj már. Jaj. Ez ilyen egyes verziószámú jármű még, lehet, hogy egy kicsit még bagos. Á, nem. Nem akar kiakadni. Így van, így maradt. El van, meg van törve. Na, légy szíves. Mi akár merre fordítom, egyszerűen nem, semmi. Így be van akadva. Na jaj, de jó végre. Végre megtörtént. Oda nézzetek, ott szemben van siratófal, keményen. Mi le kéne mennem itt, ezt megnézem. Lemegyünk. Mennyire meredek ez? Oh, shit. Jó, nem volt annyira veszélyes. Ott szemben, ott valahol volt. Egy kicsit lejjebb. Vagy itt is jó lenne? Á, itt nem megy fel. Inkább elmegyünk az utat. Rohadt jó. Azt akartam mondani, hogy kurva jó a gép egyébként. Nagyon-nagyon eltalálták a karakterisztikáját különben. Ez hogy ahogy bepattog, meg ahogy, ahogy mozog, ahogy az egész ahogy, hogy tényleg így csuklik az a szerkezet. Minden tökéletes. Na hát srácok, itt biztos nem megy fel, ugye? Jól gondolom? Próbáljuk meg, de hát itt nagyon-nagyon... Ez itt látszik rajta, hogy itt nagyon mély a terep. Megállunk. És nem süllyed el, csoda. Jó. Kicsit visszatolatuk. És akkor egy lendületből próbáljunk meg itt felmászni. Nem tudom, hova jutunk fel, de lehet, hogy sehova. Próbálkozzunk. Pattog, bepattog. Annyira nagyon látványos. Nézzétek ez a pattogás. Ez rohadt jó. Na, azt hiszem, hogy el kell búcsúznom, mivel jöttek hozzám. Igazából ennyit is akartam. Köszi szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!